A Szentgyörgy nap 1991 óta a Fehérvár megyei Szentgyörgy Egyetemi Oktatókórház legnagyobb ünnepe. Az intézmény vezetése hagyományosan ekkor fejezi ki köszönetét a dolgozók egész éves áldozatos munkájáért. Az eseményt Kovács Attila Miklós megbízott főigazgató nyitotta meg. 30 éve volt az első ilyen ünnepségünk, azóta ez gyakorlatilag most már hagyományán nem esült. Ilyenkor nincsenek aktualitások, ünnepeljük egy kicsit magunkat, örülünk, hogy együtt vagyunk, köszöntjük a támogatóinkat, a dolgozóinkat, elismeréseket adunk át, és hát reméljük, hogy jövőre ugyanígy tudom találkozni. Székesfehérvár önkormányzatának részéről Mészáros Attila alpolgármester úgy fogalmazott, hogy nagy hálával és köszönettel tartozunk azoknak, akik minden nap azért dolgoznak, hogy a városban és a megyében élőket segítsék. Az idejében is a költségvetésben egy nagyobb összeget tettünk félre annak érdekében, hogy a kórházat tudjuk segíteni, támogatni, de akár az ügyelet kialakításán, akár sok tekintetben is együtt működünk, mindent annak érdekében, hogy az itt dolgozó kollégáknak a munkakörülményét a lehető legjobban tudjuk segíteni. Az eseményen számos Szentgyörgy emlékérmet és Szentgyörgy kórházért emlékérmet, kiváló kórházi dolgozói, ápolói és oktatói kitüntetést, főorvosi és adjunktusi kinevezéseket adtak át. Voltak, akik főigazgatói dicséretben részesültek, emellett díjazták a Szentgyörgy napi pályamunkákat is.